ülök, hanem hogy délig lesz állva a vakvajzott bizottalan ideig, hát ez is valami ilyesmi. A szabcsoklomnak lezárása, így van, tökéletesen működik. Annyit tegyél meg egyszer, fordíts meg, és úgy van, még képezzük le, hogy a piros fele legyen fölül a csárnak. Már ugye erről megy a piros, amelyik lecsap, de így meg most éppen. Jól látunk, nagyon jól! Kérdeznek, hogy fogunk kikísérni, fontos okványokra van. Igen, hát nagyon fontos okványokat szerettünk volna itt kikérni, és valamiért nem értem, de itt is az ügyintézők eltűntek a fiókból. Tehát valami kis zegszubatba fasság lyukatban mennek. De figyelj! Igen, a biztonság nem újt a halaszfüggöny mellé. Halasz? Hát az ottani Sopronban nyitva van. Nem tudom, hogy a Zalaegerszegi Sopronban nyitva van, nem, mert ott Zalaegerszeget is mennek a harcosok oda. Esetleg tudnának erről így folytatni? Már bocsánat, de... A bátor biztonsági ő, hogy egy tájékoztatást szeretnék kérni, hogy mikor nyit ki a bar. Ha ilyeneket írogattak egyébként a banki beadványainkba, meg a bíróságra is, ilyen általánosságokat, hogy egyébként mi nem csaltunk, és tessék elutasítani. Egyébként mi nem is csináltunk törvény, de ütkezőt, tessék elutasítani. Jaj, szegény bíróság! Azt mondják, hogy tisztességesek. De annyira bémák, hogy még a kiírás se tudták egyenesen föltenni, tehát bármi nagyon kapkodhattak. Tisztelt ügyfeleim, a bankfiók technikai okok miatt átmenetileg zárva tart, megértéséget köszönjük. Egy módon tudjuk megérteni ezt, hogyha eltörlik mindenkinek a hitelét, kártérítést fizetnek, és mondjuk leülik azt a 20 évet, ami még hátra van, ami jár ezért. És egyébként meg spórolósak is, mert a hátuljára is van valami írva ennek a papírnak. És egy másik papírra kapcsolat, lehet, hogy már nincs papír szegényeknek. Lehet, hogy azért nincs papírra pénzük, mert nem fizetünk nekik több mint 2 éve egy buknyákot sem. Lehet, hogy ezért. Hát de itt van az első számú forrás, azt üzent, hogy ne fizess. A nyilván a Csányi azt mondta, ne fizess, ne fizess. Én ott megkoltam 2 napig a házánál. Úgyhogy megmondta Kerek Perez. Sőt, az izraeli nagykövetségen is megmondták, hogy mit ugrál, hiszen a deviza hitel meg van oldva. Tehát gyakorlatilag, mivel az izraeli nagykövetség, ugye itt most a főnök Magyarországon úgy látjuk, és a dönök főnöke is nyalja a senkét az izraeli nagykövetségnek, csak mondom itt a készenléti rendőrség tagjainak. Ugye a készenléti rendőrség parancsnoka döntött úgy, hogy lezárja a Fullák utcát. Aztán a második kerületi rendőrség kicsit túlérzékelte, mert ugye azt mondta, hogy ellenőrzött belépés rendel el, a második kerületi rendőrség azt mondta, hogy nem léphetek be. Pedig mondtam, hogy engem aztán ellenőrizzek, a Zsóka vetközni is neki állt, hát csak az a baj, hogy túl sok roha van rajta és közbeszélyes, igen, közbiztonságra veszélyes tárgyak lehetnek náluk, úgyhogy csak ennyit üzenek, ha esetleg beszélnek a főnökkel, mondják már neki, hogy küldem neki egy panasz, legalább válaszoljon rá. Azt látták, hogy csak a módozás után mehetünk be. Igen. És én mondtam, rám kerékbe. Oda akarok menni. Sőt, így van. Én csak motozást szeretnék, nekem elég lenne a motozás is, de ha már csak úgy lehet motozni, hogy bemegyek, hát akkor eljönnek a fene. Én arra a testüreg vizsgálatra lettem volna kíváncsi. De hát most már igazán megtehetnék, de nem mondhatnánk. Nem azt mondja, hogy nem vagyunk szerencsétlenek, hát csak legfeljebb most nincs velük szerencsénk, hogy nem nyitottak ki, mivel felutaztunk, elég sok pénzért utaztunk ide fel, és így előre jeleztük, mint egy út időpontot kértünk a mai napra, és erre azt mondják, hogy ők most technikai okok miatt
Hát ez a világ zárva vannak. És a bank kitette a mi csákányunkat. De a csákányt is tette ki. Már majmolnak minket. Nem? Abszolút. Igen, ez a majmolás egyébként jól látszik. Nagyon sok ötletünket különböző szervezetek már utánozzák, ami nem baj egyébként. Tehát, hogyha olyan, aki tesz is valamit, az használja a mi ötleteinket, annak nagyon örülünk. Akkor van bajom, hogyha ilyen bankárok csinálják ezt. Hát gyerekek, ez nagyon jó. Annyira nyúszik, már nem tudom fel. No, akkor viszont én teszek ide. Ne legyen szükség újabb robbantásra, mert robbanásig feszült a helyzet. Az már kint van az ablakon. Ne fizess rendezvényközpont is kint van. Mi jut nekem? Gyilkosok! Különben Jóni Sanényi szólt, hogy kártevőjét társ, megy a kártevőjét. Mit tűnnek? Ah, nagyon jó, ezt mondnál be itt a kártevőjét. Látod csak a kártevőjét. Hogy kérdezni, hogy nem is kérne bevonni. Ezt ennek a kutyát. Halló, halló! Jóni Sanényi most kivonta a telefonon, hogy a Deák téren kártevőjét társ van. Tehát szerintem azért nincsenek valaki alkalmazottak, azt a mögött. Nagyon jó rossz. De azért, mert már kiirtották őket, vagy... Vagy bújnak, tudod valami a repedésbe, de is írtották őket. Összetettük őket. Halljátok? Már visszatöltek? Visszatöltek! Így van. Úristen, én még figyelj a Facebookot, és így jól hagyom valami. Ez a helyiség, ahol belső kerülünk. Igen, ez a kell. Igen, itt van a legtöbb. 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 Igen, itt van a legtöbb.